Kiskörös szülöttjére, dr. Fél Editre, a néprajztudomány első női kandidátusára emlékeztek a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban szeptember 16-án. Második évben szervezzük meg a Fél Editre emlékezés napját és délutánját közösen a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeummal. Dr. Fél Edit Magyarország első néprajztudós, első női néprajzdoktora, úgymond. Tehát ő volt az első hölgy, aki doktorálhatott néprajztudományból, gyakorlatilag a tudományág úttörőjének nevezhető. És nagy büszkeség számunkra az, hogy Kiskörösön született, illetve Kisköröst választotta végső nyughelyéül is, itt nyugszik a temetőben. Dr. Fél Edit néprajzkutató 1910-ben született Kiskörösön Fél Boldizsár ügyvéd és Tolnai Piroska lányaként. Keveseknek adatik meg, hogy pályafutásuk során lerakják egy tudományág alapjait, illetve annak életébe évtizedekre meghatározó módszertani újítást hozzanak. Ő az, aki megteremtette a múzeumi gyűjtésnek és katalogizálásnak azt a fajtáját, amit igazából ma a múzeumokban látunk egy-egy tárgy mellett. Tehát az a katalógus leírás, amit mi elolvasunk egy-egy múzeumi tárgy mellett, az jó részt az ő nevéhez köthető. Ő az, aki nagyon sokat kutatott népi és paraszti kultúrákat, munkamegosztást, rokoni kapcsolatokat, nem csak népviseletet és szokásokat, hanem használati tárgyak történetét is, a családtagok és a falusiak közötti munkamegosztást, nagyon jelentős munkái jelentek meg. Sajnos nagyon sok olyan, amit még magyarul nem jelentettek meg. Még 2010-ben került a Petőfi Sándor Városi Könyvtár bejáratánál a falra dr. Fél Edit emléktáblája, ami mellett nap mint nap elhalad az, aki a városközpontban jár. Azóta ez a tábla őrzi dr. Fél Edit emlékét a városban. Fontos számunkra Fél Edit azért is, mert megemlékezett végrendeleteiben, végakaratában a könyvtárról. Könyvtárunkra hagyta könyvtárának azon dokumentumait, amelyek nem közvetlenül néprajz tudománnyal kapcsolatosak. Az a Magyar Néprajzi Múzeum könyvtárában található az az állomány. Viszont nálunk nagyon szép irodalmi gyűjtemény kapott helyet. Őrizzük. Közre bocsátjuk, természetesen nem kölcsönözzük, de nagyon értékes dokumentumok vannak benne. A könyvtár előterében megtartott rövid megemlékezés után a résztvevők megkoszorúzták a könyvtár falán lévő emléktáblát, majd a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum munkatársainak és igazgatójának, dr. Pilus Erikának vezetésével kilátogattak az evangélikus temetőbe, dr. Fél Edit sírjához.